Hello mindenki, Lac vagyok, ez pedig itt az Assassin's Creed Syndicate 52. része. Ebben a részben pedig az legsötétebb, az a legsötétebb óra című küldetés, első világháborús küldetés következik, amiben ilyen portálon keresztül kell belépnünk, közben Juno beszél hozzánk. Mondja, hogy lehet, hogy már találkoztunk, lehet, hogy nem. Igen, itt is van. Első világháború, a legsötétebb óra. És hát kódolva van. Oké, játék. Ugye ez egy teljesen... Hello. In the past you hunt for one of my artifacts, but I come to you today to speak of the future. Follow Lydia Fry. She will lead you to me. Szóval Lydia Fry-jal kell lennünk. Ugye, igen. Nem Jacobbal és Evie-vel, hanem Lydia Fry-jal kell lennünk. Fogalmam is nincs. Utána kell olvasnom ennek majd, úgy érzem. Ó. Oh. Szóval ő Lydia Fry. Ismét egy... Hát, megerdődte, mint egy teleszart buváruha. Hatos szintűek vagyunk kapásból. Vizsgáld át a házat. Ez mi? Kapcsolt ki, kapcsoljuk. Ez valami generátor volt. Van valami, ezzel nem tudunk mit kezdeni. Ezzel se. Akkor úgy érzem. Valamit hallok. Használd a generátort kém csalogatáshoz. Ja, hogy ez egy... Generátor. A generátorok elektromos berendezésekkel vannak összekötetésben, a generátorok működésképtelenné tételéhez leállnak a hozzákötött berendezések is. És az ember... Nem tudtam elolvasni. Kapcsoljuk ki. Észrevett? Oké, szóval ő kukrit használ. Amit nem nagyon szeretek én. Annyi fix. Lapakodjunk ide a nőhöz, és... Hát, eléggé szellősen vagy. Ja, nem. Eléggé fel vagy öltözve pont, hogy... Stop right there! That's not very polite. Even in these trying times, we must never forget the laws of common courtesy. Arms down. We appear to have been following the same trail, Miss Fry. I got here first. Indeed, you are to be commended. I fear, however, that we have not wholly rooted out the evil in this vicinity. There's another radio. Accompany me, if you would be so kind. Közben magyarázza itt a német kódot a rádió. That second device must be found, or new waves of zeppelins will soon blanket the heavens. Short on soldiers, are we? If you could put your considerable talents to good use at Tower Bridge, you would have the thanks of a brave but beleaguered nation. I would settle for the right to vote. Nézésem, hogy... Jacobhoz van leginkább közel Lydia. London 1916.
keresd meg az információkat a rádióról, lopd el az információkat a rádióról. Oké, lássuk, merre tudunk állni. Arra szeretnék először, az van legközelebb szerintem. Közben tűzön is járunk, tűzön, vizen, levegőben. Térképünk van. Első világháború. Ennyi az egész térkép, ahogy nézem. Nem túl nagy. Szerintem ez az egy kerület, ez a híd. Itt lesz dolgunk, fogalmam sincs. Van 40 darab láda, 2 ilyen felnyitható láda, 20 darab animus töredék, és ez nem tudom mi. Majd meglátjuk. Nem is animus töredék, én mondtam hülyeséget, Helix töredék. Meg is van. Helix hiba. Régen voltak animus töredékek, és az ott... Az mi az? Oda én le akarok esni. Azt én össze akarom szedni, akármi is az. Mindjárt kiderül. Ez egy... olvas. Emléktárgya. Ú, 1916. február. Kedves Becky, Andrew bátyát kért meg, hogy írjak, mert ő jelenleg nem teheti meg. De ne ijedj meg, csak nagyon enyhe sérülés szenvedett, és szépen gyógyul. Azt akarja, írjam meg neked, hogy akkor sebesült meg, amikor bátor egyszemélyes behatolást hajtott végre az ellenséges területre, ahol legyőzött egy egész német egységet. Kötelességemnek érzem azonban elmondani az igazságot, véletlenül elsütötte a puskáját tisztogatás közben, szerencsére a lövedék csak a karját súrolta. Remélem jól vagy, és hogy azok az átkozott Zeppelinek nem bombázták Brumley környékét. Remélem egy nap találkozhatunk, mert a bátyád nagyon sokat mesélt rólad. Addig is maradok elkötelezett híved és Andrew jobb keze, Peter Sterling. Andrew Fellows tizedes és Sterling tizedes hónapokkal később meghaltak, amikor az autójuk mozsár tűz került. Tűz alá, akármi. Whatever. Arra kell mennünk. Meg szerencsé, hogy van ez a grappling hookunk, mert ez mi? Well, this is just dandy. There could be bombs falling from the sky and they go and close the bloody bridge. I'll cover you. Barátok mögöttem. Oké. Itt van egy láda itt lent. Nem tudom mennyire lesz jó, ha én ezeket összeszedem minden esetre. Láda. Lent van? Fent van? Gondolom a torony legtetején van. Ez meg is van. Szereg fém. Jó. Ki tudja, lehet, hogy hasznos lesz. Bár mondjuk ugye nincs meg az a 11 néhány ezer fontunk, ami nekünk rendes teljes játékban megvolt. Szóval ez most jó, ha van. Lopja már, köszi. Ez közelebb lesz. Azt nem írta, hogy hogyan kell elloptam a cuccokat.
Oké, most elszórtam mindent szerintem. Gyorsan kifosztok mindenkit. Nála van valami, ami neked kell. Aha. Valamikor régen olvastam erről a kiegészítő DLC-ről, akármiről egy kicsit, és elvileg ugye Lydia Fry, Jacob és Evie unokahuga. Elvileg. Aztán, hogy ez mennyiben igaz és mennyiben nem. Untie me right now. That's my boat. El tudom őket oldozni. Oda megyünk, és azzal gyorsabban elérünk a másik helyre. Nem tudom, mennyire lesz hosszú ez a kiegészítő, minden esetre első világháború. Közeledünk a... Erre gondoltam, Lydia, de esni rossz. Várjunk egy pillanat. Ó, a Lydia. Teljesen ki van maxolva. Szóval van neki életerőnövelője, kivégzés, lopakodás, assassin léptek, az megvan neki. Lopakodó 2. Aha, viszont TV-nek a lopakodását nem tudja. Vezérség, revolver, hős, védekezés. Yep. Akkor jó, ebből keresztül is kell. De ő csak 6-os szintű, és már te... Engedjük el ezt az információt, úgy érzem. Valaki észrevette? I don't think so. Kapcsoljuk csak ki. Van még valami? Ott még van elvileg valami. Ó, ő most pont erre jön. Pont te kell lesz. The radio's in the bridge itself, North Tower. I should drop by and say hello. Oké, köszönjük be oda. Juss el az északi toronyhoz. Ó, szerencsére itt van közelben. Szerencsére nem vagyunk messze, nem is olyan nagy területen játszódik az egész. Kíváncsi leszek, mi lesz a vége. Jó, hogy itt mesterlövészek vannak. I see. Vannak emberkék, akik nekem nem jók.
Én azt akarom megszerezni. Pont nem így. Nem jó. Talán innen, ha oda. Ez se jó. Itt most leke... Nem ér annyit az a Helixiba. Hogy de sokan lettetek hirtelen. Csumi! Neki nincs olyan képessége, hogy leszúrja és kifosztja, de rossz. Azt kell elérnem valahogy. Hol van a bejárat? Jörgő, mondd azt, hogy a másik oldalon van. Jaj, ennyire nem akartam leugrani. Jesus. Valahol itt be tudok menni, aha. Lejjebb akarok menni, Lydia, kösz. Téged már csak meg kell ölnöm. Na, gyerünk már! Meghalsz! Már csak azért is. Ez az. Beszéljünk Churchill-lel. Először is gyorsan kifosztjuk itt az emberkéket, ugyanis... Ja, jó, ha van nálunk muníció. Nem rossz, nem rossz. It is done, sir. Let us postpone celebrations. One of the bloody blimps has broken through. Not to worry. I have a contingency plan. Az igen. Jó. Lehet, hogy nem ez lesz a legjobb ötletem eddig. Aha, itt a légvédelmi löveg, ahova mennünk kell. Meg is van. Oké. Kiket kell lelőnöm? Kezdjük azzal. Oké. Ez lesz az. Oké, megvan. Ó, kicsit bagos. Megvan. Kettő. Lydia, mit csinálsz? Ah,
Oké, meg vagyunk. Harmadik hullám. Merre vagytok? Ezt nem tudom lelőni. Oké, megvan. Utolsó hullám. Meg az én hullám. Jaj, sokan jöttök egyszerre. Kezd felrobbant. Az is. Az is tüzet fogott. Ez az. Meg vagyunk. Ezt nem tudom, hogy lehet belőni. Nem hiszem. Á, felrobban ez magától. Jó lesz az úgy. Banzáj az. Heartwarming sight, Miss Fry. Your remarkably armed boat deserves a share of recognition. One of my experimental projects when I was Lord of the Admiralty. I haven't always been a man of shadows. And I suppose this victory will thrust you back into the limelight. We may have struck a blow against the enemy, but London is still riddled with German agents. Currently, there's a new group unlike anything I've seen before. Theirs is a fanatical, almost religious fervor. And you believe I'm the woman to flush them out? Indeed. I dare not approach Mr. Asquith without firmer evidence, but I believe they pose an immediate threat. If you concede to this, I give you my word that once I've battled my way back into Parliament, I shall see if something can't be done about your request. As you're aware, a vote can be far more lethal than a bullet or a blade. Az igen. A legsötétebb óra teljesítve, használd a gene... jó. Ötös. Ennyi volt. Ez egy küldetés volt, ne már. Once I walked the earth as you do, I was born to the Illuminat caste in the city of Feyan. In the year 2195 of the Isu era. Now I travel the vast corridors of your machines, adrift here within the gray. But I grow stronger. The world is nearly ready for my return. And so I have summoned you to this war-torn simulation to tell you a story. It is our story. Uh-huh. Az mi az? Első világháború Winston Churchill. Portál 1869-ben. Jó. Három kilátópont van ezen a területen. Kaptunk 4 képzettségpontot. El tudjuk költeni ezt a 4 képzettségpontot egyáltalán valamire? Nem. Akkor nem értem meg a dolog. Van megint egy olyan levél valahol. Jep, ott is van. Olvas. 1915 április. Kedves nagybácsi, az orvosok azt mondják, gyorsan épülök fel a sebeimből, a kórházban nagy a levertség, mindannyian emlékszünk elveszett barátainkra, és a hiába való erőfeszítésre, amiben meg kellett válnunk tőlük. Azt hiszem, a Dardanellák még évekig kísérteni fognak minket, bár örültem az otthonról kapott híreknek. Churchill sokkal nagyobb büntetést érdemelni a győzelmarért, amiben Gallipoli-nál
hajszol minket, mint hogy kiteszed az admiralitásból. Ha igaz, amit mondasz, és valóban a nyugati frontra akar menni harcolni, akkor semmi kétség a lefelelőnk megnyugatlanságért, súlyos áradtságáért, súlyos áradtok fizetni. Bocsánat, nem tudok olvasni. Már alig várom, hogy hazahajózzak, amint jobban leszek, és megtisztelő, hogy szereztél nekem állást Westminsterben. Azt akarom, hogy büszke légy rám, és szeretném ezt a háborút londoni irodákból folytatni, mivel itt már nem sokat tehetek. Hűséges unokaöcsém George. George Featherway hadnagy rövid politikusi karrierje után sikeres üzletember lett. Nagyon jó. Akkor nézzük meg ezt a kilátópontot. Hát, ha tartalmaz még ez a hely több küldetést számunkra. Akkor költünk itt a PB-re. Ajá, rendes játékban is a Syndicate-ben. Ott is fel kellett oldanunk a területeket, hogy lássuk, hogy mi vár ránk, úgymond. Na, oda akarok menni, igen, köszi. Szinkronizáljuk. Oké. Nem lettünk előrébb. Nézzük meg, hogy ez a Winston Churchill-es dolog mit tartogat számunkra. Lehet, hogy az még egy küldetés. Kíváncsi vagyok, hogy ez a küldetés lesz-e, vagy csak valami szimpla információ. Mert Churchill úgy beszélt, mintha még van lenne nekünk itt dolgunk, szóval ezt még meg akarom nézni mindenképp. Aha, és ott még vannak ilyen levelek is. Nem, Lydia, nem. Jó, veled tudunk valamit kezdeni? Beszélgetni tudunk, jó. Like my new office, Miss Fry. As you can see, my informants have found some promising leads. Evidence of spy activity has surfaced around the Field Hospital, St. Catherine's Docks, and the Tower of London. I needn't remind you how crucial it is that we put a stop to these infiltrators. Aha. Oké. Aha, most kaptunk ilyen küldetéseket. 4, 5. 5 küldetés. Tevékenységek. Ez mi ez? Kémvadászat. A sarka. Zeppelin portja. Ez jövedelem. Első világháború. Clarence raktárépület. Valpole Lane 17. Hoptons. Kémvadászat, a gyógyszerészikrek. Húha. Jól van, a következő részben szerintem ezeket mindenképp megcsináljuk. Kíváncsi vagyok rájuk. Nagyon érdekel, megmondom őszintén. Hogy ez mik lehetnek. Illetve még a másik két kilátópontot szinkronizálom, és akkor talán feloldódik ez az egész terület, és nem egész piros lesz, mert az... ja. Talán találunk valami különlegességet. Szóval a következő részben ezek a kis mellékküldetések, melléktevékenységek, első világháborús küldetések. Fogalmam sincs, mik ezek. Ezek várhatók, remélem várjátok. Ha tetszett nektek ez a rész, iratkozzatok fel, nyomjatok egy lájkot, kommenteljetek, és a következő részben találkozunk. Köszönöm a figyelmet, Lac voltam, minden jót! Sziasztok!